Na szóval, srácok, én Jason vagyok, és gyorsan a videó előtt szeretnék nektek mondani valamit, hiszen láthatjátok a menetrendemet, ami ki van írva ott jobb oldalt, láthatjátok a napokat, és hogy mikortól meddig van stream. Én ezt fogom magam tartani, és tudjátok jó, hogy most már Facebookon fogok streamelni, szóval a leírásban ott lesz a link, hogyha valaki be szeretne követni. A mai nap már elkezdjük, szóval október 1-től már elkezdjük 4-től a streamet, és lesz egy jó kis nyereményjáték a streamen belül, egy jó kis packet lehet megnyerni, majd aki a győztes lesz, ő fogja kiválasztani, hogy ő melyiket szeretné megnyerni. Ha szeretnél támogatni, akkor csak írd be a support a creator kódhoz a Vivike kódot. Ezzel nekem nagyon sokat tudnál segíteni. Nagyon szépen köszönöm. Szevasztok srácok, én Jason vagyok, és ebben a videóban elérkeztünk a legújabb DCC trollingos részhez. Fogalmam sincs, hogy mi lesz ebben a videóban, amit láthatjuk, hogy új bounce pad edit trick, valamilyen új bounce pados trükk lesz. Nem húzok a szót, nézzük. Jó kis BCC-t, elég rég néztünk, úgyhogy ideje! Na, mit csinál-e? Rádobálja a Batman cuccot, érkezik valaki, és fel fog robbanni, tuti. Fiai, 3, 2, 1, skrrr! Meglepő. Jó van, 200 IQ-val kezdünk, az sose baj. A mondó wok. Nem tudom, miért hangos ez a ganaj túrobogár nektek, úgyhogy én lehalkítom, mert tegnap úgy gondolta a Windows-om, hogy frissít egyet, és mindent elállít a gépemen. Na, egy jó trickshotot szeretnék látni. Nem mondod, hogy azon a kis résen át lehet lőni. Adjál már. Na, az úriember mit csinál? Ajajajajajaj, kapja a kupot hátulról. Bám! Hát ez nem is volt a fején. Bám! Az se! Ilyen volt a jó... Ú, de fura a kép. Jó be van nekem? Ah, jó be van nekem állítva. Na ez az új trükk. Hogy így feldobja. Aha! Hát őszintén ezek ez annyira nem nagy szám, mert úgyse fogsz egy driftboarddal, illetve egy löncsvet, hanem egy bouncerrel szórakozni. Én szerintem aztán lehet, ki tudja. Hopp, mi ez a trap mennyiség? Úristen! Ha azt a mázista pöcske... Jézus Istenem. Hogy lehet valaki ilyen makker? Bám! Ajaj! Ön az úriember! Ami lesz így gyöngyösen? Ajaj! Jön a junk! Úristen! Éreztem, hogy valami a junk rift-tel lesz kapcsolatos. A gyerünk John Wick, mutasd egy gyönyörű sniper shotot. Bevet a jó kis dribboardot, akkor mi lehet ő is a trükköt csinálja? Nem. De itt biztos valami lesz, gyerekek. Jaj, egy headshot! Nem lettem volna a helyben az úriembernek, az fix. Remélem nem nagyon halk nektek a videó. Bár úgyis az én hangom fontos. Egy kis ajtónyitogatás, szerintem ezt mindannyian csináltuk már. Egy trap! A srác ugyanott áll, szerintem ő volt az ajtónyitó, és egy headshotot kérek, hát egy pöcsöt volt, de megölte mindkettőt. A fura volt, ez a kis piros ujjás milyen szinten ott áll, csak egy helyben, és akkor így várta, hogy a trap lecsapjon. Jézusom. Mi a szar? Ez kicsit creepy, nem? És szétszed, úristen. És szétszedik. Hallod, ez tudod mi volt? Ilyenkor... Nem menj be a 8. keretbe este, mert ilyen vár rád. Körülbelül most azt mutatta meg a Forti. Ajaj! Viszlát! Nem jött össze. Bam! Rip. Mondál ezt is a 200-ikú, csak ugye az esélytelen, hogy 200-ikú legyen. Hiszen ez olyan véletlen volt, mint az állat. Nem tudatos volt szerintem. Azt úgy gyors lett volna az egész. 11 HP, jön a kör, ajajajajajaj. Gondba haza. Ajajajajajajaj, mik mennek itt?
Nagyon mi a HP-re kell rendelni? Úristen! Egy HP-ja volt, ha nem rendeli le, akkor meghal, nem tudom beszélni. Hoppá, hoppá, mi a szar? Na jó van, hagyjuk. Hallod és valami reakciót nem szeretne az úriember egy ilyen lövés után? Már nem azért. Le se szarta. Ennyit mondott, let's go. Hagyjuk már. Na itt mi történik egyébként? Tök jó, hogy ugrál az úriember. Érdekfeszítő jelenség. Hopp! És meghalt. Lerakott maga alá egy padot és abban meghalt. Bouncer. Nem kéne azt túlélnie? Na mindegy. Lehet, hogy nem. Ha! Bam! Azt hittem már van jó kis shotot kap egyből. Kis granate. Tuti fail lesz, tuti fail lesz. Ez egy mindig fail szak. Miért ismerem ennyire a BCC-t? Miért is erre vágyra a BCC-t, aztán a kis Urka Burger bokorfejű megfelveszedni a lootot, mint aki jól végezte a dolgát. 2v1, az már le is ült, a másik kilőtte alóla, és ezzel együtt leesnek a trebbe. Szép volt. Társ, az mit csinál? Jaj, outplay elő is jó. Nem veszi észre, hogy az nem player, azt hiszi, úristen, guys. Gyorsan a társát, meghalt, hopp, hátba, paf. Ezek jók egyébként. Na itt van újra az úriember. Megint valami nagyon durva dolgot fog csinálni. De... Le se szarja. Érted? Olyat lő, hogy kiszakad a szív, és le se szarja. What the fuck? Hú, de laggasz, fiam. Én már láttam előre, hogy mi lesz. Na. Ő is ugrágat. És ő is meghalt abban, hogy a bouncerrel. What? De ezt túl kéne élni, nem? Vagy miért hal meg? Jött valami update a bouncerrel kapcsolatban? De nem hiszem. Ha bouncerre ugrálsz, akkor nem kéne meghalnod. De azt nem tudom, hogy a építés miatt hal-e meg. Lehet ez valami bug. Az hogy? Hát a szélére ugrott. Csalik az úriember. Kilőtték alóla. De ki ez a lákkerte? Ez a tipikus olyan play, hogy olyan szerencsés, mint az állat. Ez csak egy jó pillanata volt. Ne idegesíts! A Junkrift. És legalább magát ölt, nem ölte meg magát. Ami Jason X, hopp. Hát a bátyja, ott a név, akkor Szimányi Fikó. Tudás.com kappa. Öt HP. Ajaj, mit kell? Mit csinál az úriember? Battleflip. És pont be Csácok, én egyszer csináltam ezt az emotot, és nem hazudok, tényleg nem hazudok, mondom, hogy nem hazudok, de nekem beadta a Battleflipet egyből. Egyszer használtam többször, nem, és akkor beadta. Hallod, ő is így fog meg, annyira gondoltam, ma a harmadik ilyen klip. Ez mit csinál? Hallod, de 1v1 és ilyet bead 14 kill után, what the fuck? Na jó, hagyjuk már. Azt látom, hogy konzolos, tényleg ezt... Ilyenkor erről egy kicsit akarok beszélni, hogy nem leszólom a konzolosokat, miatt valaki félreért az egészet, Isten ments, de hogy nekik szerintetek több esélye van beadni, hiszen az aim assist meg ilyesmi, az ilyen shotot. Lehet, hogy azért áldozzák föl sokan ezeket a pineket, vagy bármi esőt, mert beadhatja nekik. Több rá az esély. Ugye az aim assist miatt kérdezem. Fiad, na ez szép volt, ez 200-ig, ez jó volt, ez jó volt. Hopp! Hoppod be! Azt a rohadt! Jézusom, ez mi? Kicsit össze van nyomva, halló! Hopp! Az igen. Itt van harmadjára is az úriember, jó, hát nézzük.
Ja, megint egy olyat lő, hogy beszarsz, és lesz a szarja. Fiaj, 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 fiaj. Na jó, ezt mondom. Jó, hát most nem volt olyan sok idő a reakció megtekintésére. Junkrift, igen. Negyedik ilyen klip. Egy HP. A kis kemper. Na itt mi lesz, srácok? Sok minden nem tudok mondani. Csak várom az eseményt. Hát valami jó dolog fog történni, valami nagyon OP. Hát ez Uti lesz itt, nincsen Mati. Most már van Mati, egy 10 vas, semmire nem elég. Még van egy kis kő, és Davez Bactalo chipkemó. Ja, az jó, hogy a föntről! Ah! Hát nem volt egy szerencsés játékos, ez biztos. A srácok, ez a videó ennyi lett volna. Remélem tetszett nektek. Nekem a banános rész tetszett a legjobban. Hát milyen kemény, hogy kinyitod azt a kis ajtót, és 4 banán ott vár szét graffitizett falakkal. Kicsit creepy volt egyébként. De ha tetszett ez a videó, nyugodtan szedd szét azt a lájkot. Csap szét, hallod, ahogy engem csapnál szét. Gyerünk, szedd szét! Iratkozzatok föl, legyetek jóként. Jason voltam. Szevasztok!